Köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa Televízió híradója. Nézzük a legfontosabbakat, először csak egy-egy mondatban. Börze. A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének nagykanizsai csoportja vasárnap börzére várta az érdeklődőket. A programot idén is kiállítás színesítette. Mustra. Több mint 150 minta érkezett a letenyei borversenyre. A zsűri szenzációsnak találta a nevezett italokat. Gól. 40. alkalommal hívta a fiatalokat a 4 év szakkupára a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ. A pengő halála. A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének nagykanizsai csoportja tavaszi börzéjére várta az érdeklődőket és a gyűjtőket vasárnap. A program részeként a hagyományoknak megfelelően kiállítás is nyílt a HSMK-ban. A nagykanizsai csoport a börzékhez kötődően minden alkalommal különlegességgel is szolgál. Évfordulókhoz, jeles eseményekhez kötődően szerveznek kiállítást. A kiállítás az évfordulós. Ugye sajnálatos esemény zajlott le 46 nyarán, a pengő halála. És ezt a kiállításunkkal próbáljuk megörökíteni, illetve bemutatni a látogatóknak és a jelenlévőknek. A kanizsai börze rendszerint nagy érdeklődésre számottevő esemény. Vasárnap már kora reggel megtelt a HSMK színházi előcsarnoka, s mint azt Farkas István elmondta, több asztalt nem is tudtak volna biztosítani. Nem csak a Dunántúl egész területéről érkeztek gyűjtők, az ország másik szegletéből is, ráadásul kanizsai kötődéssel. Salgótarjánból jöttem, a nosztalgia hozott elé, én itt voltam katona 84-ben, és mindig szívesen emlékszek vissza a Nagykanizsán eltöltött egy év katonai szolgálatra. Guszti János asztalán, hasonlóan a többiekéhez, a képeslapokon keresztül, a kitüntetéseken át, pénzérmékig számos régiség volt megtalálható. Borverseny. A Letenyei Szőlő- és Gyümölcstermesztők Egyesülete csaknem 4 évtizede rendezi meg mustráját. Szokás szerint nem csak a helyi, hanem a vendégmintákat is várták. 166 borminta 75 gazdától. Ez a 2016-os Letenyei borverseny statisztikája. A legtöbben a határmenti városból és környékéről mérettették meg magukat, de a verseny nyitottsága miatt a távoli vidékekről és dűlőkről is érkeztek minták. A zsűri elnöke ezúttal is dr. Pálffy Dénes volt. Ha szabad annyit elmondanom, hogy talán kettőn nem tudtam részt venni a 38-ból. Így mondhatom, hogy talán van összehasonlítási alapom. Egyharmadánál tartunk a borok bírálatánál, ami azért lényeges, mert ezek a helyi borok. A mi bizottságunknál pár vegyes fehér bor volt, aztán Zenit, Zengő és Szürkebarát. Szenzációsak voltak a borok. Letenye környékére, csak úgy, mint egész Zala megyére, a fehér borok a jellemzőek. Ezt bizonyítja a benevezett minták aránya is, mondta el a szervező. A mostani borbiláton is 135 fehér borunk van, 22 vörös és 9 rozébort kóstolnak a bírálók. Az eredményhirdetést március 19-én tartják Letenyén, az Andrássy Gyula általános iskola éttermében, mely a szervezők szándéka szerint a bortermelők közös ünnepe lesz. Szezonnyitó. A tavasz közelettével az alkotói munka is megkezdődik. Március 15-e környékén évről évre nyílt napot rendeznek a Kendli Major Művészeti Szabadiskolában. Áprilisban elindulnak a már jól ismert kurzusok, és a gyerekeket is várják a kreatív szombatokra. Az év kiemelkedő eseménye a Ludwig Nemzetközi Művésztelep. Ezt idén már a 24. alkalommal rendezik majd meg. Egész évben erre készülünk, de a tél az arra megy rá nálunk, hogy ezt készítjük elő. Május 29-én indul a művésztelep a szokásos ünnepélyes megnyitóval, ahova már most mindenkit nagyon sok szeretettel meghívok. Kiküldtük a meghívókat, és jönnek a visszajelentkezések. Idén is lesznek új művészek. Papírcsodák. Kovács Lászlóné Törő Ágota munkáit lehet megtekinteni a HSMK népszerű kiállítás sorozata az Én Hobbim keretében. A programot 10 évvel ezelőtt indította útjára a kulturális intézmény. Időről időre különleges gyűjteményeket tekinthetnek meg a látogatók. Volt már bélyeg, szalvéta, szappan és nyakkendő kiállítás is. Kovács Lászlóné Törő Ágota másfél éve hódol szenvedélyének, kezei közül szebbnél szebb papírcsodák kerülnek ki.
A tárlat létrejötte testvérének köszönhető. Ő beszélte rá, mutassa meg a nagy közönségnek is, mire képes. A kiállítás március 31-ig tekinthető meg. Családi hétvége. A Hevesi Sándor Művelődési Központban az elmúlt hétvégén is folytatódott a programsorozat, melynek keretében kicsiket, nagyokat, gyermekeket és szüleiket várták közös elfoglaltságra. Mint minden alkalommal, ezen a szombaton is óvodások produkciója indította a délutánt. Ezúttal a Pipi tér óvoda Nagyrácz úti tagintézményének gyermekei mutatták be az évszakokat felölelő, hagyományőrző műsorukat. Viszek, viszek, lábod, viszek, de senki se látja. Én is látom, te is látod, csak a vak nem látja. Február végén egy keszthelyi állatorvos érdemelte ki az Év Állatorvosa kitüntető címet. Az elismerés rangját jól érzékelteti, hogy 23 éve alapították, évente csak egyszer adható, de ennek ellenére a Magyar Állatorvosi Kamara mindössze 8. alkalommal adományozta oda. Igen, a fülét megvizsgálja. Dr. Kósz Attila egyik ügyfelének kutyusát vizsgálja. Elike jól tűri, talán ő is tudja, egy ritka és rangos díjjal elismert orvos gyógyítja. Gazdája minden esetre tisztában van vele, mi is történt február 26-án. Attila egy nagyon-nagyon jó állatorvos, nagyon-nagyon precíz, pontos mindenbe, és a kutyák szeretik, és azon kívül víg, ami nagyon fontos a kutyáknak is. Jól megy minden. És amikor ezt hallottam, hogy ezt a kitüntetést kapta, akkor azt mondtam, ő megérdemelte. Szerettem az állatokat, tehát ezek voltak a kiinduló pontjai. Az állatok szeretete mindenek felett. Kósz Attila szerint ez nélkülözhetetlen ebben a szakmában. A nagykanizsai murakeresztúri kötődésű orvos leszögezte, az elismerés nem azt jelenti számára, hogy ő lenne a legjobb házi orvos, inkább üzenetértékűnek érzi, hogy jelölték és ezzel elismerték a munkáját. Azt mondja, ugyanúgy dolgozik tovább, mint eddig. Ez egy öröm, de ez egy múló öröm, és úgy gondolom, hogy nekem továbbra is ugyanúgy kell tevékenykednem. Tehát ez egy elismerés, de különösképpen tehát ezzel én nem változtam meg nem is kívánok. Hát az ember ilyenkor van csúcson, csak itt most ugye a csúcs után ott kellene maradni, tehát vannak szakaszok. Én szeretnék még ebben a szakaszban maradni, ameddig csak lehet. Az állatorvos úgy véli, a díjjal nem csak gyógyító munkáját ismerték el, hanem a Pannon Állatorvosi Kamara titkáraként is kapta a kitüntetést. A Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyéket felölelő szervezetben társadalmi munkában dolgozik. A Horvátországban született szakember a két ország szakmai kapcsolatáért is sokat tett. Legnagyobb súllyal alatban a nemzetközi kapcsolatok terén végzett munkám. Én úgy gondolom, hogy ez válthatta ezt ki, mivel azt kell tudni, hogy Magyarország a motorja a Visegrádi VET Plus csoportnak. Itt már 13 ország van jelen, eleinte a visegrádi országok állatorvos vezetői és kamarái alakították ezt meg. A gyógyítás mellett ebben a szervezetben azért is küzd, hogy a közép-európai térségben a szakmai és emberi kapcsolatok tovább fejlődjenek. A kezdeményezéshez folyamatosan csatlakoznak a környékbeli országok is. 40. négy évszak kupa. A nem kifejezetten tavaszi időjárás ellenére a hétvégén lelkes, fiatal, baráti csapatok fociztak a Mindenki sportpályáján. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ hasznos időtöltést célzó programja töretlen népszerűséggel zajlik a fiatalok körében. Bizonyítja mindezt, hogy legyen akár nyári kánikula, akár 8 fokos tavaszi időjárás, a baráti foci csapatok megjelennek a kupán. Őri Martin a Csellengő City egységét erősíti a 14 év alattiak kategóriájában, a foci szeretetét otthonról hozta. A bátyámtól, hát őtől kezdtem el focizni. Ő mondta, hogy kezdjek el letenyén focizni, aztán ide jutottam. A Csellengő City fiatal focistái 4. alkalommal vettek részt a kupán, természetesen ismerik a rivális csapatokat is. Még a meccsek kezdete előtt latolgatták azt is, kik esélyesek a győzelemre. A Sáskák, meg a Kispályások szerintem, azok nagyon erősek lehetnek. A 40. négy évszak kupa 14 év alatti a kategóriájában a Csellengő City csapata bronzérmes lett. Előttük végzett a Cool Boys együttese, az aranyérem pedig a Kispályások élet.
A 14 év feletti csapatok mezőnyét a nagy esélyes Kókó tím nyerte. Mögöttük végzett a TB csapata, a dobogó harmadik helyére a Rohamcsigák állhattak fel. Zalakaroson is megtartották az országfutást március 12-én. Az országos sportrendezvénynek az a célja, hogy a résztvevők az ország számos területén egy nap alatt annyit fussanak, amennyivel körbeérnék az országot. A karosi futáson minden korosztály képviseltette magát. A több tucatnyi futót a célba érkezés után forró teával, süteményekkel, gyümölcsel várták a szervezők. Korhű zenére melegítettek be a résztvevők a március 12-i zalakarosi országfutásra. A város harmadik alkalommal nevezett az országos sportrendezvényre, mely egyben tisztelgés volt a 48-as forradalom és szabadságharc hősei előtt. Kokerdával érkeztünk természetesen, illetve maga a futás is nagyon fontos a számunkra, mint a családnak, mint pedig baráti társasággal érkeztünk. Fiatalok és idősebbek, gyermekes családok indultak a távoknak, de frissen elért 100 kilométeres ultrafutó bajnoki címe után benevezett Rudolf Tamás is. Egyesemet megcsináltam most a közösségi futás előtt, és akkor levetetésként pedig ezt az 5 kilométert még bevállalom. Kétféle távot, 2,5, illetve 5 kilométert teljesíthettek az indulók futva vagy kerékpáron, Zalakaros utcáin és a nemrég átadott ökotó körül. A verseny kiírás szerint, illetve a kiírás szerint 5 kilométer lefutásával lehet teljesíteni a távot, de hogyha egy apuka vagy egy anyuka eljön a gyerekével, aki csak mondjuk kerékpárra tudja ezt a távot teljesíteni, illetve göldeszkával, annak is nagyon örülünk, hiszen sportol. Az eseményen mindenki tudta, hogy ez nem csupán egy szokásos, mindennapi sportolási alkalom. Ez egy kicsit több, igen, ez az országfutás, ugye ennek pont az a lényege, hogy ugyanezen a napon az országban bárhol fussunk, sétáljunk, biciklizzünk, görkorizzunk, mindegy, minél többen, és ugye ez pont ettől jó, hogy ez egy ilyen közösségi megmozdulás. A távot teljesítőket a célba érkezéskor a rendezők forró teával, gyümölcsel, süteménnyel, üdítővel várták. Színvonalas, de meglepetések nélküli mérkőzésnek adott otthont Nagyatád. A Csurgó KK a Szegeddel nézett farkasszemet. A tabellavezető MOL PIK Szeged a gyenge kezdés után magabiztos győzelmet aratott. Nagyatádon fogadta a Csurgó a Szeged kézilabda csapatát. A bajnokság harmadik és első helyezettje nem az elfoglalt pozíciókból várható kezdést produkálta. Az ötödik percben a Csurgó vezetett 2 góllal, a MOL PIK Szeged a félidő felénél jelezte, hogy nem esett kétségbe, a 17. percben 8-7-nél átvette a vezetést. Sokáig fejfej mellett haladtak a csapatok, ebben mindkét kapusnak óriási szerepe volt. Mind a szegedi Visomirszky, mind a csurgói Székely bravúrok sorozatát mutatta be. A félidőt 14-12-es csurgói vezetésnél fújták le a játékvezetők. A második félidőben a Csurgó ébredt hamarabb, már 3 góllal is vezetett, még nem a Szeged szinte észrevétlenül és megerőltetés nélkül magasabb fokozatba kapcsolt. A félidő középső harmadában 8-4-es szériát produkálva a 24. percben átvette a vezetést. Az utolsó 5 percben felváltva estek a gólok, a vége 28-26-os szegedi győzelem lett. Úgy tűnt, a MOL PIK Szeged a mérkőzésen annyit adott ki magából, amennyi a győzelemhez kellett, magabiztosan hozta a mérkőzést. Ma is rosszul kezdtünk Csurgón, többször rosszul kezdtünk már Csurgón. Rengeteg lövést hibáztunk az első félidőben, és nagyon jól védett a kapusuk. A pozitívuma ennek a mérkőzésnek, hogy fel tudott állni a csapat, és a második félidőben lépésről lépésre vissza tudtunk jönni a meccsbe, és aztán a végén győztünk. A Csurgó szervezetten harcolt, jól küzdött, időnként meggyőző, jó játékot mutatott, veresége ellenére emelt fővel hagyhatta el a pályát. Rutinosabb csapat nyert, ők hozzá vannak szokva ahhoz, hogy minden héten magas hőfokú, jó mérkőzéseket játszanak, és azt gondolom, ezt rutinból megoldották ezt a végjátékot, amikor kellett, akkor megvolt az a kis figyelem, koncentráltság, ami ahhoz kell, hogy ezt a mérkőzést behúzzák. Ettől függetlenül én büszke vagyok a csapatomra, nagyon jól dolgoztak, rengeteget lehet tanulni ebből a mérkőzésből. Összességében élvezetes, színvonalas mérkőzést láthatott a közönség meglepetés nélkül. Fontosabb híreink most ismét röviden. Börze. A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének nagykanizsai csoportja vasárnap Börzére várta az érdeklődőket. A programot idén is kiállítás színesítette.
Mustra több mint 150 minta érkezett a letenyei borversenyre. A zsűri szenzációsnak találta a nevezett italokat. Gól 40. alkalommal hívta a fiatalokat a 4 év szakkupára a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ. Ezek voltak már a legfrissebbek és a legfontosabbak Kanizsán és környékén. Műsorainkat, híreinket nézzék meg, olvassák el honlapunkon, ez a www.kanizsatv.hu, megtalálnak minket a Facebookon is. Most munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!